Üdvözlök mindenkit az utolsó részben, ahol hát gyakorlatilag elmondok pár extra dolgot, például azt ad, hogy nagyon nagy köszönet egyébként a játékban tett órámnak, ugyanis pár órát most így játszottam így egyedül, és arra jutottam, hogy 53%-ig elvittem a játékot, 11 gyémántot összeszedtem a 42-ből, majd valószínűleg egyébként magamnak összeszedem a többit, meg megcsinálom platinára az egészet, mert egyébként én már mondottam, nekem ez a kedvenc részem a trilógiából, mindenkinek más-más a kedvenc része, de most már csak 5 darab kristályt kell összegyűjtenünk, ugyebár ez a rózsaszín kristályt, és akkor vége. Tényleg, még egy dolog, a játékban tudjátok, hogy ez mennyire király? És le lehet állítani ezt. Ott van egyébként Disabled Auto Save Slot. Ez automatikusan ment. A régi változat nem mentett automatikusan, és ez annyira zavart. Annyira tök jó, hogy ezt berakták. Komolyan mondom, egy életet tud ez menteni. Egyébként 47 darab életem van. Ami egyébként elméletileg jónak kell lennie erre az öt pályára plusz a főbosszra, abban a főbossznál már nem igazán számít majd. 11 darab kristályom van, vagyis igazából rózsaszint hívom kristálynak. Ékkőből 11 darabom van, 20 darab kristályom van, és akkor még egy idő körcse csináltam, és akkor itt vagyunk az utolsó szinten. És nem más lesz, mint a Piston It Away nevezető pálya lesz az legelső, amit végig fogok vinni. Úgy tervezem, hogy nagyon-nagyon ritkásan mentek, vagy ha mentek, akkor nagyon-nagyon megfontoltam. Egy pár órája játszok a játékkal, szóval ezért van ennyi HP-m. Nem tudom, hogy... várjunk. Aha, ezeknek a teteje a izé. Kakuk tojás. Oldalra... sem sebezhetők. Oké. Okay. Köszönöm! Na. Egyébként valószínűleg én minimálisan hangosabb vagyok a kelleténél. Ez az miatt van, mert már kezd elmenni egy kicsit a hangom. Így 100-asra fölvettem inkább a hangomat, hogy halljatok legalább engem. Jó van. Nem tudom elkerülni. Várjunk. Ezt nem fogom most kitörni. Majdnem, hogy alapítottam magam. Aha, jó, oké. Akkor kezdjük előről. Bocsánat tényleg, hogy most ennyivel hangosabb vagyok, igazából 70-en szokott lenni, most meg 100-on van, de inkább legyen ez így. Cserébe megpróbálok halkan beszélni, mondjuk utolsó pályarész. Ezt már csak kibírjátok. Most egyébként is más helyzetben van a mikrofon, meg minden más. Ki lett húzva és szépen be lett kábelezve, hogy kell neki. Remélhetőleg ez így jó lesz. Szóval ezeket a magas röptű ügyességeket ki kéne gáncsolnom. Plusz megcsináltam egy extra pályát, mert vannak extra pályák a játékban, mint kiderült utólag. Amiről én utólag tudtam meg, hogy vannak. De végigvittem már a játékot, ha jól emlékszem. Ha most téged hogy? Jó, akkor téged kikerüllek, már úgyis alacsony vagy. Hopp. Próbálom rövidre fogni. Egyébként ne menjünk közel ezekhez, ma jól emlékszem, a régi változatban itt kinyírt ez. Az... ah, már emlékszem, hogy lehet ezeket kinyírni. Ha ezt a mozdulatot csinálja, akkor sebezhető. Hát igen.
Gyere, gyere, gyere. Úgy. Úgy. Jó, ezt inkább hanyagolom. Jó. Itt a kristály. Oh! Megpróbálok úgy vigyázni az életeimre, mintha tényleg csak egy lenne. Jó, hogy csináljuk meg! Most basszunk oda neki! Na, így kell! Gyerünk! Jaj, most kedvet kaptam hozzá. Ezek így gyakorlatilag a lehetetlen pályák, ugye bár itt is lehet extra kristályt kapni. Megéri, hát ki tudom menekíteni a kristályt, hamarabb lehet. Aha, jó, oké, ennyivel később. Nem baj egyébként, ha nem sikerül, hogy meghalok út közbe. Úgy használhatom ezt. Ups. Igazából elkezdek itt félni mindig. Nem annyira nagy gáz. Én megcsinálom, megcsinálom, szarok rá, megcsinálom. Eddig eljutottam hiba nélkül, most veszem észre, hagyjuk már. Hát igazából hibáztam, szóval ez hazugság, azt mondom, hogy... Bassz meg! Az a tök jó egyébként ebbe, hogy ezt addig próbálkoztatok, ami meg nem lesz. Ma ez mindig van itt egy budega. Ennyi egyébként a nagy előnyöm. Meg kéne csinálni. Egyébként ezt tudjátok, milyen nehéz majdnem mindent megcsinálni? Aha. Egyik legnehezebb egyébként ezt hátra lökni, szóval hogy nem gáz, ha hibázok. Na, fölcsapod a csáprák újdat? Nem. Gondoltam volna. Egy ilyen mocskos szemétláda lesz a játék, de... Nem, az animáció nem tért vé... nem ért véget. Mi? Aha, oké. De miért? Ah, ez akkora fasság. Rá kell jönnöm. De középen vagyok, nincs ott csáp, érted? Ah. Lehet, hogy nem zavarna akkorát. Elsebzést bekapok, na is. Oké. Okay.
Sóhajaim, ami egyébként generációkra visszanyúlóan hallhatóak. A franc! Ja, csók! Lehet, hogy nem voltam még fölkészülve, hogy most ezt így csinálom, de oké. Úgy. Leszarom. Két gyémánt megvan már. Két gyémántot begyűjteni az első pályán, nem, ez mekkora őrültség, ne, ezt lehet jegyzetelni, ezt tanulni kell. Bár a HP-jaim megsínlették, szóval 32. Azt hiszem a gyém, száma. HP-m száma. Szóval lehet, hogy ezt nem kellett volna így bekockáztatni, hanem majd meglátjuk. 38. Még annyira nem gáz a helyzet, mint mennyire hittem. Gyakorlatilag egy 10-est buktam már az első pályán. Az helyzet, most kettő dolgot is csináltam, szóval haladok a sztorival. Rakit. Közben iszom a vizet is, mert nekem nagyon kell. Még mindig betegeskedek. Felnyi betegség, nem lehet gyógyítani egy könnyen. Jó, ez jó! Na, skacok, ez az a rész, amit én nagyon imádok. Habár nem azért, mert fú, de könnyű lenne, hanem azért, mert ötletes, hogy egy ilyet is beleraktak ebbe a játékba. Az első ilyen próbálkozás volt a játéknak, ezt teszem hozzá, és baromi jól áll neki, szerintem. A nullagés. Gravitáció. Lesz majd olyan játék is, amit végig fogok játszani, hogy ugyanígy nullagébe fog majd zajlani. Kressz is nagyon élvezi. Csak így mityörgetni, matyargatni, na az a nehéz. Na, ennél kell. Máskit könnyű azért elhagyni cuccokat, szóval nem volt ez mindig annyira hú, de jó. Hát ennél is menni fog azért a gyémánt. Ismételten egyébként baromi jó a zene. Fú, na várjatok. Ez hogy is kellett? Ja igen. Talul el lehet menni. Nem is értettem régen annó még ezt a kihívást, hogy... Ez a csóka egyébként olyan érdekes.
Ez nagyon szokjunk hozzá, ezt szeretném még elmondani, mert a... nem lövöm le annyi a point szerintem, de a boss fight is valahogy így fog zajlani. Bassza meg, buba. Ah, nem, túl sokat időztem. Ajjaj, oh. Ne. Ah. Amikor összemegy, úgy, úgy. Ez egy nagyon fasz a cucc volt. Ó! Oh. Gyémánt! Kettő? Ből kettő? Na! Én tök jól csinálom! Hát én meg azt hittem, hogy ilyen tök szar vagyok! Kopjunk. Hát azért nem vagyok magabiztos, de meglepő. Francia mélyeket ebben a rohadt csütörtökbe. Igen, ez az Riseld. Egyébként valakinek a hívása nem jön? Nem, nem jön. Pedig azt hittem, hogy jönni fog. Mindestre most visszaszedtük azt a... iszpozatosan kevés HP-t. Igazából kettőt kaptunk volna, szóval... haladunk. 59. És nagyon jól néz ki Crash, már ne is rögügyetek, de baromi jól néz ki ebbe. Na, és akkor Night Fight. Ez érdekel. Júj, ezt tudom melyik pálya! Na, ez szenvedős lesz. Itt vért fog kúgyozni. Merem ezt így kijelenteni. Fiúk, lányok, nagyok, kicsik előtt. Az a pálya, amire én gondolok. Igen. Na, itt gyakorlatilag kapjuk ezt a villogó bizbaszt, mint az első részben. És akkor azt fog nekünk utat világítani. Igazából a játékban azt hiszem kettő ilyen van csak, szóval annyira nem gáz a helyzetünk. De zavaró bőven. Mert olyan sebességbe kell menni, mint ezek. Szóval az annyira nem, nem nyerő. Hú. Na, már megint kaptam egy ilyet. Jó. Jó kezdődik. Hát nem megy! De miért nem megy? Jaj, Kasti. Hát, mivel még nem találtunk gyémántot, egyébként ez nagyon szépen világít. De! Na jó, most már figyelek. Itt lehet visszafele is menni, ugye? Hú, bár emlékeznék a pályára. Ah.
Hát ezt használ a mentésnek. Na igen, így kell cseszni. Csak megmutattam. Még lehet, hogy egyébként a más kézképpályát is megmutatom, mert az sem egy nagy what is this. Na igen. Akkor túl sokat időzöl. Muszáj megcsinálni, mert kell extra HP sajnos. Szóval megint egy nagy csomó szenvedés. Bár amennyi idő alatt csinálom most ezeket meg, ez valami felgeteges. Nem a legkönnyebb. Úgyben még egyszer csúszni kell. Mi? Hát... Oké. Okay. Kim vagyunk a sötétből. Hát fogjuk rá. Vasz meg! Ah, nem baj, ezért jó, hogy mentettünk. Mondta, tudok, hogy itt van egy gödöl. Húbál meg. Tudtam, annyira éreztem. Még van valami? Robotdomb. Na meg az, hogy én hibázok. Hogy jutottam át elsőre? Nincs rög. Isten, még egyik robot lefele is nézett, hogy ez mit csinál. Uff, majdnem leestem. De! Istenem, hogy miért vagyok ennyire béna. És lassan elérünk 20 alá. 20-asokhoz. Nem kéne így menőznem, de megcsinálom, megcsinálom, de nem baj, megcsinálom. Basszus. Az meg! De már! Ruby! Szarul ugrok. Ups, megvan egy. Tudjátok, a sötétben azért tájékozódni azért nem egy legkönnyebb dolog. Nekem van erről egy jó sztorim.
hogy régebben, még annó volt barátnőimmel, mert akkor tehát kettőt tartottam, és ez hiba volt. Életem egyik legnagyobb hibája. Két vas, egy tűzbe, hát hülye voltam. Várjunk egyéb kezdet, nem lehet kibuktatni? Fosság, tudom. Wah! Kaz, ne csináld már! Ajjaj! Tudtam, hogy ez lesz. Aha, jó, erre nem kell már tovább visszamennem. Ne menj el! Még szükségem van rád! Új. Harminchárom. Jajajajaj. Aha. Várjunk már. Nekem meg kell visszafele még tennem azt a utat megint. Ú, bassza meg. Hát ez így nehezebb ez a pálya, mint ahogy gondoltam. Fú. 25-nél bajom, jó? Úgy. Úgy. Jó van, ez a három. Cső. Ennyi volt. Több nincs is. Geci. Nem gondoltam ebbe bele. Aha. Jó, akkor ezekkel mostanában kibuktatósan járok. El úgy a legtökélyebb. Hát legalább azért készítők tisztában voltak, hogy elgér egy éjszakajára. El fogsz menni? Aj, ne! Megvan! Csúcs. Double kristály! Igazából ezzel csak egyetlen nagy gondom van. Hogy 36 lévő HP-val vagyok. Ezt ma honnan... Jézusom, hát komolyan honnan veszed ezeket elő? Három kristály egy kör alatt, na ez a durva. Fogadom, mindenki meg tudja csinálni, csak én tudtam ezt most így. Na mindegy, háromból megvan. Pack attack. Oké. Félek a végéről. Től már. Pack attack. Attack. Azt hiszem még lesz a végén csatornás pálya. Oh yes. 0G. Mondjuk eznek nem kéne örülnöm, mert a végén már olyan baszottú bonyolult szokott lenni ez, hogy inkább nem kéne ennek most így örülnöm. Pláne így. Aha. Uh-huh.
franc, nagyon nehéz megállni igazából. Ami nagyon zavaró, az pont ez, hogy megállni szinte ilyen kín szenvedés. Nagyon ilyen pötyörgetős, azért mondom, hogy ez sem így a kedvenc, de nem rossz. Ezt még élem. Nem fog eszembe jutni, egy PS2-es változatban, na, azt rüheltem, egyszerűen olyan rossz volt, abban megcsinálva volt egy ilyen rész, ami már túlzásba lett véve, nehézség szinten, de komolyan. Azért kezdtem megutálni azt a játékot, pedig nem volt ilyen borzasztóan fos, csak egyszerűen zavart az a rész. Ebben még oké. Középen kell átmennem, szóval meg kell válnom, még kinyílik, és tudok menni. Így. Úgy. Így. Azt. Nem. Így. És a legnehezebb fokozat ez. Jézusom! Jaj, de nem szedte. Egy. Kettő. És hiszem a három. Aha, három. Oké. Oké. 12:45-ből. És csak eltalált. Azt hiszem nem fog. Egyébként itt meg ez a rohadt sárga cucc. Na igen, ez is sebez. Mondjuk ez nem annyira veszélyes, mint a többi. Hangemet kérdeztek. Megvan a gyémánt, amiért jöttem. Nem tudom, hogy meglett a másik gyémánt, annyira nem izgat, meglett. Én most mondtam, hogy nem izgat, na mindegy, most már örülök neki, hogy meglett. Hát a lúd akkor legyen kövér, de... Én azért úgy... Most kipróbálom magamat a többi pályán is. Vagy csak számomra ennyi könnyű egyébként ez a vége. Na mindegy. Én örülök neki, hogy nem túlzott, mint az első rész. Mert az már... Az pokolba illő volt, szóval... Ott tényleg azt érezted, hogy na, ott a pokol tornáca, mászd meg, hülye gyerek, ügyes vagy, ha megcsinálod, egyébként nem. Space Out. Ez is megint egy ilyen szabad űrben mászkálós, mert akkor, ha igen, akkor nagyon örülök neki. Egyébként, amit mondani akartam, hogy ez a űrben mászkálós cucc volt egy PS2-es változatban is, és nagyon nagyon utáltam. Na igen, ezt már nem fogom szeretni. Jujjöci! Ne! Na igen, na ez egy mocskos rohadék. Ugyebár oldalról támadsz, akkor azzal van gond, szóval. Úgy, megvan.
Ott van egyébként az, na ide kék kristály kell. Kivált kép. Na most már fosok. Igen. Igen, ezt elcsesztem. Mindegy. Nem fogod felhúzni azt a rohadt csörröd. Szarú lesz. Nem. Azt a büdös! Ugráljál néni kéden. Ez pont beleugrok! Pont beleugrok! Tudtam, tudtam! Árulópálya! Úgy, megvagy. Úgy. Ne! Miért csúsztam? Én hülye. Még ez a végig kéne tudnom vinni. Azt a büdös. Nem baj. Ne, azt hittem nem megy végig. Egyébként rájöttem, hogy miért húzza föl a csáprágóját, mert unblock, ugyebár ilyen áramos bizbasz mellett vagyok, és pont bele kell ugrom, mert hülye vagyok. Ezt mindig mondtam már, de észleltetni szeretném. Oké, hát akkor mit kell csinálni egy okos játékosnak? Voilà. Oké, kétszer kell meglöknöm. Ennyi. Jó van. Jó van. Nem már, kurva élet! Igen, ez már szenvedősebb. Kösz. Oké. Végtére megöltem, de a nitrusba lögtem bele, ami felrobbant. Kb. Így, mint most. Mert én retardált krumpli vagyok. Imádom, amikor ilyenkor látszik a alsó neműm. Kassz, szedd össze magad. Tehát ilyen nincs. Mentettem előtte, ha jól emlékszem. Túlzottan rajtam volt. Egyébként ilyenkor megcseréli. Jó. Tehát ennyi volt hasznos. És nincs ilyen, miért vagyok ilyen béna? Elbaszódott a időzítés. Nem tudom. Jó van. Jó. Na, nézzük. Ez azért eléggé kegyes, mit nem mondjak. De szóval így... De katapultálni akarom magadat? De halálba? Na, nitrusba? Jaj, de jó. Jó hangzik. Kegyes gesztus, de komolyan. Mi a szar ez? Oké.
békés. Basszus. És nem. Jó van, nem lesz meg, ez... ki nem érdekel. Oké. Nem baj, leszarom. Csak teljesítsük. Mert kéne haladni is. Most már egy picit félek. Na mindegy, meg lehet ezt is csinálni platira, szóval... Ne ba. Itt ba! Egy kicsit igazságosabb is meg lehetett volna ezt kicsit csinálni. Ezben mindenképpen belemegyek. Ez egy mocskos köcsök. Francos krumpli. Oké. Ez a köcsög kinyírt. Oké. Jó. Nem, egyszerűen nem jó. Szóval fagd. Oké. Na. Következő a terv, ami nem válik be. Jó. Egyébként ez lett volna, hogy innen elugrok, de az fasság, nem tudom megcsinálni. Itt a utolsó kristály is. Aha, jó, oké. Egyébként láva van az oldalán, szóval nem érdemes megfogni. Aj, francos krumpli! Utólag láttam meg azt a vérgőzös szart. Mire én mindenki fogok jutni? Jó, addig töprengek, hogy ezt a részt hogy. Aha. Hát így. Vége. Ez volt a utolsó kristály? Megtudhatják a következő részben. Ja nem. Ezért ennyien nem túlzunk, jó? Szóval ez a utcsó rész. Warp Room. Na, ha jól emlékszem, már pedig ha jól emlékszem, akkor ez a utolsó, és... kinyílik a utolsó pálya rész. Az a lényeg, hogy neki annyi volt a terve, hogy... ezeket a kristályokat felhasználja. Annyi a lényeg, hogy
rávett arra, hogy megszerzik a kristályokat, és ugyebár ezzel akarja pusztítani a földet. De, ha mi legyőzzük Cortexet, még mielőtt elindítaná, nyerünk. Szóval gyakorlatilag itt most egy időfutam lesz a legvégső küzdelem. Ez bármennyi hihetetlen. Úristen, mennyit haltam? 14-et. És 48-ról kezdtem. Cserébe egyébként plusz 4 kristály, szóval plusz 5. Elnézést. 1, 2, 3, 4, 5. Aha, 5. Szóval, Cortex, kérted. Nézzük, mit kell csinálnunk. Nem rablok bankot. Az nem az én stílusom. Na, ez az a rész, amit én nem szeretek. Háromszor kell megütnünk, és nem szabad, hogy célba érjen Cortex. Mikor megütjük, távolabb tud menni. Szóval... próbáljunk annyiszor utána loholni, amennyiszer lehet. És ne ütközzünk túlzottan. Speed shoes. To run faster, hold down button while running. Ennyi volt. Szerintem most bár ilyen nagy szemekkel néztek, hogy mi a franc? Három ütés, egy főbossz? Hát, mint mondottam, ez a legkönnyebb rész, és szerintem ez még a legszórakoztatóbb is. De ennyi volt. Meglepő. Igen, aki nem tudta egyébként, innen van ez a zene. Ez eredetiben benne van ez a játékban. Ez licenc. Licenszelt zene, ezt teszem hozzá. És ez szerintem egy tökéletes játék. Majdnem tökéletes. A platformerek közül szerintem ez az egyik legjobb. Ha engemet kérdeztek, kivált képen én nagy csomó platformerrel játszottam, és nekem a Rayman az kicsit túlzottan nehéz. A Rayman 2 már ott nagyon-nagyon sokat csiszoltak, a 3-ra majdnem tökéletesítették a formulát, csak nagyon sokszor el lehet ebbe akadni, ez így a gond. Itt meg folyamatos maga a játék. Hamar ki lehet magadat ismerni, hamar végig tudsz rajta menni. Nem irritáló, mint a jó büdös platformer nehézsége. Gyakorlatilag az első rész a legnehezebb, a második rész gyakorlatilag a legkönnyebb. A harmadik rész meg pont a kettő között ingázik, de inkább a könnyebb felé hajlott az is. És Mázlimra, vagy nem Mázlimra, nemrég után néztem, és elméletileg készül ennek a negyedik része. Annak a felújított változata. Nem tudom, mikor fogják bejelenteni, de elméletileg lesz. És nekem még ott van még a Crash Bash, ami ugyebár a kocsis játék. De kiváltképpen ez egy nagyon jó rész. Én azt tudom mondani. Én mindenkinek ajánlom, hogy legalább egyszer vigye ki a Crash szériát. És legalább a másik részét, legalább. Ha már az első nem ment, akkor másikat. Mert a másik sokkal könnyebb, sokkal inkább segítőkészebb és barátságosabb a többihez képest is. Még egyébként a... harmadiknak igazából ott megint a vége nehezedik valamennyire, de itt azért még úgy tök jó ki van balanszírozva az egész. És meglepő, de nem annyira nehéz. Mint amennyire hinné az ember. A negyedik fázis az, ami nehezebb, meg a harmadik egy kicsit. Az ötödik az nem annyira, ugyebár ez az űrben járkálás, ez baró. A másik kettő az is király.
És van még ez az éjszakai, ami egyébként nem gáz. Nagyon fasza, az is jól meg van csinálva. És még van egyébként egy éjszakai pálya, mert ugyebár kioldottam a plusz pályákat, amit véletlenül csináltam. VV Babies, aha. Ugyebár azt hiszem a harmadikban vagy a negyedik részben volt. Negyedik részben ott oldottam ki ugyebár a plusz pályákat. Kiderült, hogy a másodikban és a harmadik kampány részben is van olyan rész, ahol ki lehet ezt oldani. És ha mind a háromból kioldottuk, kapunk kettő darab plusz pályát, azt hiszem. De lehetséges, hogy nem igaz. Szóval ne nekem higgyetek, nem néztem utána. Én ezt valószínűsíthetőleg így emlékszek. És ha én emlékeimre hagyatkoztok, akkor el tudom mondani, hogy nagyon-nagyon-nagyon halvány az a picike-picike emlék. De én azt mondom, hogy az első részhez képest én sokkal nyugodtabban tudom felülni egyébként a asztaltól. Nem volt annyira idegörlő az egész. Inkább ténylegesen vitt magával a hangulat. Sokkal jobb zenék voltak, mint az első részben. Sokkal jobb platformer részek voltak, mint az első részben. Sokkal másabb volt maga a kihívás összességében. Most, hogy megkaptuk egyébként a sprintet, mert egyébként eredetileg, azt hiszem, eredetiben is megkaptuk ezt a sprintet. Ez gyakorlatilag a időmérőkhöz jó. Ha valaki a időmérőket nagyon akarja csinálni, így meg tudja, sokkal könnyebben. És egyébként ezek a négyzetes ikonok összegyűjtése, elmondhatom, hogy ha jól emlékszem, a régi változatokban, a PS2-esben mindenképp ott benne van egyébként ezek az ikonok. És az miatt is mondom azt, hogy én azt nem szerettem, mert mindegyik ellenféllel kaptál egy-egy ikont. A végénél meg volt egy rész, amit nem értettem, és néztem videókat, de senki nem tudta azt, hogy mi az, és senki nem jött rá. Nem láttam értelmes videót arról a részről. Szóval én mondom azt, hogy én azt végigvittem, talán, és akkor ezzel boldoguljatok. De szerintem platinára ki kellene vinnem az összes időmérőt, hogy azt meg legyen csinálva, de én az már nem fogok időt pazarolni. Egyébként az sem volt egy rossz játék, de csak nem tudom, mi volt annak a neve. Nem a Titán. A Titánt én azt nem szerettem szint úgy. Valamiért az újabb részeket nem igazán kedveltem. A 4-el, a 5-tel és a 6-tal is játszottam a Crash szériából. Szóval nagyon sok részsel játszottam a Crash szériából, így mindet úgy be tudom igazítani. A Crash 1 az magában szerintem a egyik legnehezebb a szériában. A 2 szerintem egyik legkönnyebb, de egyik legszórakoztatóbb is. A 3 sem rossz, kiváltképpen nagyon, de nagyon egyedi lett a 3. A 2-zés 1-hez képest is sokkal egyedibb. És ezért szerintem nem váratlan, hogy csináltak ebből egy Crash Dash nevezetű autós játékot. Tényleg egyébként ez a neve egyébként, mert nem tudom, megnézem gyorsban, nem gond. Közben itt próbálok valamennyire beszélgetni beletek, mert úgy az a legjobb. Maga a franchise-t én nagyon éltem, nagyon szerettem, és bőven lesz még rész, amit végig kell vinnem. Nem egybe fogom végigvinni az egészet, valószínűleg most csak így bár a első hármat, mert azok jelentek meg PC-re, meg a Crash Dash-t. Vagy nem tudom pontosan, hogy az a neve. Megnézem. Közben a hangot, aha, jó van, lent van. És Bandicoot. És van egy olyan, hogy Dash. Jaj, most látom egy ilyen régi animációs ilyeségeket is. Eléggé vicces, hogy a új és a régi mennyire különbözik egymástól. De jó van, de semmi gond.
Igen, Crash Bandicoot 4, igen, megtaláltam. Amit egyébként nem kerestem. Aha, számba vették az összes crash-t, na jó van, nem baj. Közben így megnézem a videót. Hanem gáz, skacok. Úgy van, négyik része nem is tudom, hogy hogy volt. Az anyja nem maradt meg, mert az igazából tetszett, volt benne ötletesség, de aha, úgy tűnik, hogy ezt inkább izére csinálják meg. Titánnak a grafikai motorja hajtja. Nem tudom egyébként, hogy PS1-es volt ez is még, vagy nem. Ennyire nem emlékszek. Régebben tudom, hogy játszottam ezzel is, de halmelő fogalmam nincsen, skacok. Szerettem ezt a játékot, tényleg egy baromi jó játék volt ez is, de hát a néni már kezdett kisiklani szerintem. De azt tudom, hogy a 4 az hosszabb volt a 1, a 2 és a 3-hoz képest is. Szóval hogy összehasonlítva kb. Ugyanannyival rendelkezett. És kicsit máshogy is működött maga a pálya összeépítése. Amiatt pár embernek nem igazán jött be. Nekem meg nagyon is bejött valamikor, valamikor meg nem. Szóval ez inkább egy ilyen kétélű játék, amit valószínűleg majd fogok játszani, de hát az sem most lesz. Még mire kijön, meg még én végig játszom el előző játékokat. Jaj, de szeretni fogtok engemet. Na igen. Na, és akkor itt is vagyunk. Na, amit én akartam még mutatni, közben azt... azt a büdös, majdnem lejtettem. Hm. 71. Azt hiszem előző az kb. Annyi volt. 16, 16, 25. Jó. Na, akkor mutatom, amit akartam. Down. Elnézést közben, hogy ennyire nem koncentrálok. Na, ugyebár itt voltunk. Valamelyiket már ugyebár megcsináltuk, ez a három pálya az, amiben már voltunk. Vagy nem. Na mindegy, a Snow Go pályán lehet itt kijönni. Van itt a Road to Ruin, arról is ki lehet jönni. A Snow Go pályán egyébként úgy lehet kijönni. Most így ezt elmondom, mert azt hiszem az a futós pálya, de lehet egyébként, hogy pont ez az. Na mindegy, a végére eljössz, és akkor pont a végére elérsz a pályának, és akkor lepattansz ugyebár a kis állatról. Miért pandát mondok? Nem pandát akarok mondani. Hanem jegesmedve. Na, arról lepattansz, és ugye bár ott vagy a végénél, hátra lehet fordulni, és akkor ott van egy ilyen ugrálós rész, és akkor úgy is el lehet ide jutni, és akkor ki lehet jutni itt is a Snow Go pályáról, de akár Road to Ruinról is. Total Beer. És van még egy ilyen pálya is, ahova be lehet jutni, és ez a plusz pálya. És akkor még ez lenne még a plusz pálya. Na, akkor Total Flight, ezt még megmutatom, de Unblock csak megmutatom. Egyébként ezt már megcsináltam. Összegyűjtöttem már itt a kristályt. Gyémántot. Nagyszerű, imádom, mikor a telefonomat nyitva hagyom. Na, itt ugyanaz a sötét pálya van, semmivel se változott.
Ezt tudom csak megmutatni sajnos, mert ezt tudtam kioldani is, kacok, sajnálom. Bassza meg. Bassza meg. Nem baj. Itt már annyira nem számít, én most csak így megmutatom ezt a pályát, hogy van ilyen is. Basszus! Még a papucsomat is feldobtam. Na. Ezt nem is fogom elmondani, szóval ez így a tök jó. Én és az ugrásaim. Én és az ugrásaim. Jön a második. Ups. Aha, ennek így a fejére érdemes ráugrani. Ugyanaz, mint egyébként más kézkönyvpály, kicsivel sem másabb. A főbb abban másabb, hogy ezen meg fogok halni. És elvesztem az életem. És ja, és a halálanimáció is ugyanaz maradt, mint a első részben, úgybár ez felújított változat, és mind a három részt belerakták ebbe a csomagba, így ezen nem óhajtottak változtatni, és egyébként ugyanaz volt szinte. Szóval igazából nem igazán kell változtatni egy olyan dolgon, ami alapján véve jól működik. Ez volt az, amit az első részből 100%-ba átemeltek a másodikba és a harmadikba. Nem, a harmadikba nem, a harmadikba máson néz ki egyébként ez. Hups, az a halál animáció, hups. Ez kicsit szemét egyébként, hups, hups, mert ugyebár itt lehagy minket. Hups. Itt legalább kedves. Na. Elugrottam, jó van. Anya nem izgat, de nem izgat. 11 HP. Meg lehet csinálni ezt. Meg egyébként nem nehéz, szóval... Csak nem azt csináljátok, mint én. És akkor jó lesz. Higgyetek nekem. Nem maradt másabb, csak ez a szó. De. Lehet ezt így is. Jaj, igen, na, ez egy szemétrész. Itt egyesével kell ezeket eltenni lábalól. Ups. És itt el fog fogni egy a végére már a izé. Igen. Annyira nem kell félni, két sarokra lesz. Ups. Ups. Egyébként ezek az éjszakai részeket nem tudom mennyire látjátok. Basszus. Ezeket a csúszásokat ezért nem kedvelem. Mindegy, megmutattam, hogy ezt így kell. Meg hogy... Nincs olyan túl sok időm. Ezt kell, már nem töröm szét még egyszer. És... ha itt elsőnek jártok, akkor HP-t tudtok itt gyűjteni, vagy ilyet. Már ez le egyébként, hogy én megcsináltam az egészet, igazából már csak a hasasok vannak hátra. És ennyi. Ennyi volt maga a játék, nem tudtam több dolgot már így megmutatni nektek. Sajnálom. Csalódtatok bennem, nem baj egyébként. Szerintem ez egy szuper játék. Ha tényleg ki kéne emelnem a három közül valamelyiket, akkor ez lenne az. Meg talán a harmadik. Utána meg az első. De akkor is. Igazából örülök, hogy első is megszületett, mert anélkül ez a csodálatos játék sem született volna meg, szóval én ennek teljesen örülök. Mindenképpen azt mondom, hogy legalább egy próbát megér, ha bele akartok vágni. És akkor ennyi voltam mára. Köszönöm szépen a figyelmet.
találkozunk majd a következő végigjátszásnál. Addig Crash hülye pofájával búcsúzok. Sziasztok!